Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Mai magazinműsorunkban két témát dolgozunk fel, beszámolunk egy kórus találkozóról, és meghívjuk nézőinket a Vedac közgyűlésére, ahová igen sokan jöttek el, mert kíváncsiak voltak az előző esztendő gazdasági és szakmai beszámolójára. Németh Attilától azt is megtudtuk, hogy a fejlesztések közül mi várható, ami elindul ebben az esztendőben, és vajon mikorra várható annak befejezése. És természetesen a beszámoló után a díjak átadására is sor került. Mi a sok-sok díjazott közül kettőt kértünk kameránk elé, találkozhatnak Matolcsi Istvánnal és Tóth Líviával. Nézzük, hogy mik voltak a mai napirendek. Ugye elsőként megtárgyalta a közgyűlés az előző esztendő munkáját, mint gazdaságilag, mint szakmailag. Nem igen szólt hozzá senki, ez azt jelenti, hogy mindenki egyetértett azzal, amit megállapítottatok és kiküldtetek írásban. Ha visszanézünk az előző egy évre, akkor mit lehet mondani szakmailag, a Vedacnak ez milyen esztendeje volt? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó évet zártunk. Nagyon vegyes volt a versenyeknek mind hazai, mind nemzetközi szinten a felhozatala. Nagyon örülünk annak, hogy a fiatal versenyzőink jönnek föl. Itt újoncserdülő korosztályban olyan tehetségeink vannak, akik messze a legjobbak az országban, viszont még nincsenek válogatott versenyek. Nekik nagyon türelmesnek kell lenni, és nyilván nekünk is, hiszen ők még nem lehetnek világverseny résztvevők, viszont a következő években, már többen az idei évben is, illetve 2-3 év múlva már olyan nemzetközi versenyeken, világversenyeken mutathatják meg magukat, amik tényleg már a következő generáció megalapozását fogják jelenteni. És a másik oldalon pedig vannak azok a versenyzőink, akik már a felnőtt korosztály vége felé tartanak, viszont még most is az élmezőnyhöz tartoznak, és az ő kapcsán meg azt figyeljük, hogy a következő évek felnőtt világversenyein hogyan tudunk labdába rúgni, amíg a fiatalok meg nem érkeznek. Beszéltél ma arról is, hogy mi várható a létesítmények fejlesztésében. Mikorra várható egyébként, hogy elindulnak a munkák, vagy egyáltalán mikor fejeződhetnek be? Minden nap felteszik nekem ezt a kérdést, és a legdiplomatikusan azt tudom mondani, hogy soha nem voltunk ilyen közel hozzá. Az biztos, hogy a Balatonbajnokságot mi meg fogjuk tudni rendezni a mostani pályákon. És itt Veszprémben akkor? Itt Veszprémben, igen. Ez július 6-án lesz, és amint vége a Balatonbajnokságnak, meg fognak kezdődni a felújítások. Pontos ütemezés az még most egyeztetés alatt van. A dobópálya az valószínűleg a nyár folyamán fog elkészülni, és folyamatosan majd a futópálya is. Én bízom benne, hogy ez egy év alatt le fog zajlani ez az egész folyamat. Ez egy sok összetevős történet. A kapavágás még nem történt, ugye fizikai valójában még ez nem kezdődött meg, és ugye emiatt is izgatott mindenki, hiszen már nagyon régóta beszélünk róla, de a forrás megvan rá, a szándék megvan rá, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg fog valósulni. Térjünk vissza ide a mai eseményekhez. Nagyon sok fiatal sportoló vehetett át elismerést, illetve át szeniorok is. Azt láttam, hogy aki itt volt, szinte mindenki díjat kapott. Ez azt jelenti, hogy azért itt van utánpótlás bőséggel. Van, igen, hát azért egy 100 fős küldött közgyűlés volt, körülbelül 30 embert díjaztunk, mindenki azért nem kapott, de valóban minden korosztályban voltak díjazottaink, és minden szakágban is voltak díjazottaink. Ugye ez is nagyon fontos, és jövőben is egy nagyon határozott elképzelésünk, hogy mind a dobó, mind a futó, mind az ügyességi szakágban eredményes tevékenységet végezzünk. Nyilván a világversenynek legjelentősebb eredményeit a dobóktól várjuk, de a futók és az ügyességi szakák között is vannak olyan versenyzőink, akik akár nemzetközi szintet is megüthetik. Ugye azt mindenki tudja, hogy a nálatok a fődíj jelenleg az a Szabó Ernő díj, most már negyedik ember vehette át, és ez nem más, mint Matolcsi István. Miért pont ráesett a választás? A Szabó Ernő díjat olyan személy veheti át, aki sokat tett a veszprémi atlétikáért, illetve a Vedacért, és nincsen meghatározva az, hogy ez milyen személy lehet, hogy sportoló, edző, sportvezető, és úgy gondoltuk, hogy Istvánnak az a tevékenység, amit az elmúlt évtizedekben végzett, most jelenleg is a Diáksport Egyesületnek az elnöke, és a diákolimpiákat szervezi, hogy a diákolimpiából jön neki az az utánpótlás, amivel mi később gazdálkodunk, és remélhetőleg jól használjuk és támogatjuk őket. És Istvánnak ez a háttértevékenysége, amit folyamatosan folytat, sokan nem is tudják, hogy a diákolimpiák megszervezése az egy mennyire összetett feladat.
István más sportágokban is természetesen csinálja a diákolimpiákat, viszont mi úgy ítéltük meg, hogy az atlétikára vonatkozó tevékenységét ilyen formában el kell, hogy ismerjük. István mindjárt majd meghallgatjuk. Igazából nagyon sok embert ide hívhattunk volna ma, mert nagyon sokan megérdemelték volna, hogy beszélgessünk velük, és egy picit a nézők jobban megismerjék őket, de egy emberről mindenképpen kell beszélni, méghozzá Tóth Líviáról, aki, hát én pontosan nem tudom, mióta van nálatok, de az biztos, hogy elképesztő eredményei vannak. Igen, a Livia elmondhatjuk, hogy a Vedasz legeredményesebb középtávfutója. 90-ben alakult az egyesület, jövőre lesz 30 éves, és az elmúlt 30 évnek, vagy 29 évnek a legeredményesebb középtávfutója. Az egyetlen univerziádé győztesünk, többszörös magyar csúcstartó, 22-szeres magyar bajnok, számtalan eredményét fel tudnám sorolni, és az idei évben fejezi be az aktív pályafutását, és úgy gondoltuk, hogy ezt méltóképpen el kell ismerni, és hát az atlétikában ilyen nincsen, de mi úgy gondoltuk, hogy szimbolikus módon visszavonultatjuk a mezét, ez pedig a születési dátumának a második két számjegye, a 80-as számot vonultattuk vissza, egy példányt kap ő, egyet pedig közkincsét teszünk a stadionban. Meg kell, hogy mondjam, amikor kimondták a neved, és rád néztem, és hogy néztél körül, hogy jól hallasz-e, te abszolút nem tudtad, hogy most díjat kapsz? Fogalmam nem volt róla. Nagyon meglepett, megmondom őszintén, az Attila azzal az ürüggyel hívott ide, hogy majd díjat kell átadnom, hogy tisztelettel felkérés, hogy én is adjak át majd díjakat a vajdacosoknak. Ez egy ügyes húzás volt. Amit természetesen örömmel elvállaltam, mert egyébként is részt szoktam venni régebben is a Vedasz közgyűléseken, tehát mindig itt voltam, tehát olyan nagyon nem lepett meg azért, hogy meghívtak, és külön örültem is, hogy egyébként díjat vezetek át. Tehát magyarul nagyon meglepett, amikor hallottam a nevet. Megmondom őszintén, hogy ez a Szabó Ernő díj mindig inkább tehát ilyen benfentes, tehát atlétika edzőket, tehát az atlétikában résztvevőket érintette, és ezért aztán nagyon meglepett, hogy én mint ebből a szempontból egy kicsit kívülálló megkaptam ezt a díjat. Tehát tényleg nagyon meglepődtem, és nagyon jól esett, megmondom, nagyon örültem neki. És köszönöm is az Egyetemi Atlétikai Klubnak, hogy gondoltak rám. Olyan sok embernek nincs még ilyen díja, ha jól emlékszem. Sok embernek nincs, mert mind ahogy itt hallottuk, 2016-ban adták át az első, tehát ha jól számolom, akkor ez 16 óta talán a negyedik, 19-et írunk negyedik, tehát nincs sok, igen. Igen. Én azon is meglepődtem, mert hát bocsánat, nem tudtam, hogy te már nyugdíjas vagy, és egészen meglepő volt, hogy egy ilyen stram sportoló ember már nyugdíjas, de hát azért azt hiszem, a munkától nem szakadtál el. A munkától nem szakadtam el, igaz, hogy a hivatalból nyugdíjba mentem, de a diáksport szervezést akár itt körzeti szinten is tovább folytatom, és hát 12 óta tulajdonképpen a Veszprém megyei Diáksport Egyesületnek vagyok az elnöke, tehát a Veszprém megyei diáksportot is szervezem, szervezzük, és természetesen így aztán a fiataloktól természetesen nem tudok elszakadni. Sok fiatal meg fiatalon tart. Egyébként mit tapasztalsz manapság, amikor mindenki arról beszél, hogy a gyerekek, fiatalok nem akarnak más csinálni, mint leülni a gép elé, netezni, és alig-alig mozognak. Ez igaz, vagy azért te más látsz? Mivel én ezen a területen mozgok többet, tehát én ezt az oldalát látom, és nagyon sok fiatalban látom, hogy ők azért szeretnek sportolni, jönnek sportolni. Persze természetesen a mai világban nem lehet elszakadni a netezéstől, a telefonoktól. Ilyen is van természetesen, de én úgy gondolom, hogy azért rá lehet venni a fiatalokat, hogy sportoljanak, tehát vannak eszközök is, mint ahogy láttuk itt a Vedasz közgyűlésén, hogy tényleg nagyon sok fiatal versenyez. Beleszólok, bocsáss meg Isten, mert szerintem te a díjat egyebek közt, vagy többek közt azért is kaptad, mert te pont ezért tettél sokat, hogy a fiatalok igenis sportoljanak. Ha visszagondolsz, hát hány ezer emberrel voltál kapcsolatban, hány fiatal, rengeteggel? Hát most nem tudom, hogy ez jó szívvel gondoljak rá, hogy már milyen régóta vagyok benne, hát ez a több mint 30 év, amit a diáksportba eltöltöttem, de előtte a labdarúgásban is dolgoztam, tehát ott is fiatalokkal, illetve hát a labdarúgás kapcsán még most is a Bozsik intézményi programban dolgozom, tehát
tulajdonképpen csak fiatalokkal vagyok körülvéve, és tényleg a fiatalokkal vannak nekem itt a sporttal kapcsolatos kapcsolataim, és így van, ahogy mondod, hogy talán igen, van valami közöm hozzá, hogy meg tudtam egy pár fiatallal azért megszeretetni ezt a sportot, akár most az atlétikáról beszélünk, de labdarúgásról, vagy bármelyik más sportot, mert hát a diák sportban azért nem csak ezzel a két sportággal, hanem nagyon sok sportággal van kapcsolatunk, és nagyon sok sportágban szervezik a versenyeket, igen. Nézd a fiatalokat, látsz bennük olyant, akire egyszer majd azt lehet mondani, no, ő megérett arra, hogy kaphasson ő is egy Szabó Ernő díjat? Persze, természetes, hát erre a kérdésre csak igennel tudok válaszolni. Persze, igen, biztos, hogy vannak ilyen fiatalok. És olyan fiatalok is, akik amikor majd abba hagyják az aktív sportolást, hogy akkor már a sportnak a másik részével, tehát akár a szervezési részével, vagy akár itt voltak, ugye, aki versenybírókat is jutalmaztak. Tehát valamilyen szinten természetes, hogy megvan az utánpótlás. Te ismerted Szabó Ernőt? Természetesen, hogyne. Nagyon jó barátom is volt ráadásul az Ernő. És hát most megint úgy térjek vissza, hogy én is már nagyon régóta bent vagyok. Hát az Ernővel nagyon jó kapcsolatom volt, itt az egyesületen belül is, és természetesen a versenyek szervezése kapcsán, illetve lebonyolítása kapcsán nagyon sokszor találkoztunk, nagyon sokszor beszéltünk vele, úgyhogy ezért is külön örülök annak, hogy ha már ilyen kapcsolatom is volt az Ernővel, hogy akkor ezt a díjat így megkaphattam. Hova fog kerülni ez a díj? Asztal közepére, szekrénybe, behozod, otthon lesz. Hát még nem tudom, hogy hova kerül, mert épp azon gondolkodtam, mert milyen jó súlya van, és milyen nagy terjedelmű, hogy ezzel még gondolkodnom kell, hogy de biztos, hogy a központi helyen lesz majd. Azon gondolkodtam, miközben néztem önt a színpadon, és figyeltem a gratulációkat, hogy hogyan lehet ez, hogy valaki elkezd magasugrani, azzal ér el eredményeket, utána meg átmegy futni. Mi volt az oka ennek? Erre nagyon nem tudnék választ adni. Szeretek futni, valószínűleg ezért, és akkor is futóversenyeken is indultam, és megtetszett. Tetszik emlékezni az első versenyre? Az országos bajnokságon augusztusban kezdtem el, 14 évesen, akkor kerültem át a futócsoportba, és szeptemberben rögtön volt egy országos bajnokság, ahol második lettem rögtön, úgyhogy ez így nagy élmény volt. Innentől már szabad volt a pálya. Néztem az eredményeket, de ezt nem lehet fejben tartani. Ennyi siker. Nem fáj a szíve, hogy most úgy dönt, hogy abba hagyja? De fáj, de szeretnék továbbra is futni. Tehát nem szeretnék elszakadni az atlétikától. Jelenleg is szinte minden nap futok. Tehát akkor ha jól értem, akkor csak a versenyzéstől lép vissza? Igen. Pályán már nem szeretnék versenyezni, utcai, kisebb utcai futóversenyeken úgy tervezem, hogy indulok még. Amiket eredményeket elért azok közül, mire gondol vissza legszívesebben? Hát legszívesebben az Univerziádé győzelmemre, amit 2005-ben a Izmirben rendeztek, 3000 akadályt futottam, illetve a 2005-ben ugyancsak az atlétikai világdöntőn lettem negyedik, ahol futottam az országos csúcsomat, ami jelenleg is még a hivatalos országos csúcs. Most minden versenyen drukkolni kell, hogy nehogy megdöntsék. Hát az csúcsok arra valók, hogy megdöntsék, úgyhogy én szurkolok, hogy minél előbb ez sikerüljön. Ugye az mindig fontos, hogy az ember tartozik valahova, ön a Vedachoz. Ez az egyesület sokat jelentett önnek? Igen, ez végigkísérte az életemet, tulajdonképpen ebben nőttem fel, és az atlétika volt így a mindennapjaim része, még jelenleg is. Amikor az ember úgy dönt, hogy úgymond visszavonul a versenyzéstől, akkor előtte sokat kell vívódni, hogy most mi legyen? Ez az igazság, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra történt, hanem fokozatosan kezdtem el azt érezni, hogy már nem tudok úgy teljesíteni. Úgyhogy... Egyébként minden nap fut? Nem, most már csak ilyen heti 5-ször körülbelül. Csak heti 5-ször? Akkor mennyit? Hát ilyen 8 és 10 kilométer között körülbelül. Melyik volt a kedvenc táv? A 3000 akadály. Ezen... Mert hogy? Hát ott tartom az országos csúcsot, 3000 akadályon. Ezen kívül 1500 métert futottam még sokszor. Magasugrani mikor ugrott utoljára? Hát akkor körülbelül 13 éves koromban, igen. Figyelem, fölhívom mindenkinek a figyelmét! Most nyitom föl, figyeljetek, kérlek, gyertek légy szíves ide, ugyanis megérkezte a Veszprém TV-re, megint a televíziónak egy óriási tapsot, kérlek szépen, de magam szólok akkor, figyelj!
Indulunk, figyelj, forog, 3, 2, 1, Bőrös Összerdele, köszönöm mindenkit, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A mai reggel nagyon sokan megérkezett beszélni, nagyon sokan érkeztek beszélni, és hogy milyen a hangulat reggel 9:35-kor, egyből a vezetők is szakadt az eső, de most mutatom milyen a hangulat. Egy nagy kapcsolat, egy ováció, hogy sírok nézőre mindenkit, aki tudja hangosabban, magasabban, hogy a kérdezik. Ki az, aki végig fogja futni? Fel a kérdezik! Ma itt elhangzott, hogy kiemelkedő az Egyesület rendezvény szervezői munkája. Hát egyet bemutattunk a közelmúltban mi is, ez volt a második súlylökő dobópárbaj. De most beszélünk egy másikról, ami szintén másodszor volt, és nagyon nagy siker volt. Tavaly talán 3000 indultak a futóversenyen, az Euronix Rotary futóversenyen, most meg már 4000. Azért ez nem akármilyen szám. Hogyan sikerült ezt nektek elérni? Mondhatjuk, hogy könnyű dolgunk volt a tavalyi 3000-es létszámhoz képest, hiszen 3000 ember már részt vett és tudta, hogy milyen jó kis hangulatú verseny volt, de természetesen levonva a tavalyi tapasztalatokat a mozgósításba sokkal nagyobb energiát fektettünk még a tavainál is, és ebbe partnerek voltak az iskolák. Nyilván ösztönöztük őket azzal a támogatással is, amit a támogatóink összedobtak úgymond, ez a 2 millió forint összértékű támogatás. Idén 9 iskolát tudtunk díjazni belőle, és ebből sportszereket, sporteszközöket felújításra használható forrásokat tudunk nekik biztosítani, de a legfontosabb az az, hogy ott volt 4000 ember, mindenki mozgott, mindenki mosolygott, úgyhogy ez kárpótolt minket abba, hogy nagyon keményen dolgoztunk az utóbbi időben, és hát amikor reggel 7:30-kor kinéztem a kocsim ablakán, amikor ott ültem, hogy ebből hogy lesz verseny, meg mit fogok mondani a támogatóinknak és egy óra. Hogy egy picikét ugye az eső szemerkélt. Úgy esett, mint a 40 napos eső szokott esni. Néztem, hogy mikor fog elállni, néztük az előrejelzéseket is, és hát mondták, hogy 9 órától már rendben lesz minden. Hát 10 órakor volt az első rajt, úgyhogy 9:30-kor napsütés, mosolygó arcok és 4000 fős tömeg. 5, 4, 3, 2, 1. Miután ez olyan sikeres volt, mint amilyen sikeres volt, gondolom lesz folytatása jövőre. Igen, természetesen már tavaly, amikor elkezdtük ezt az együttműködést a névadó támogatóinkkal, már akkor nem egy évbe gondolkodtunk, hanem egy hosszú távon felépített versenyről. Úgyhogy lesz folytatás, már az első tapasztalatokat le is vontuk. Szerencsére több a pozitív, mint a negatív tapasztalat, viszont azt látjuk, hogy hát kezdjük kinőni a helyet, mert akármennyire is szép nagy az új parkoló, de 4000 főnek kevés, úgyhogy gondolkodunk azon, hogy ott hogyan lehet bővíteni, vagy esetleg másik helyszínen megrendezni, hiszen ez a 4000 ember remélhetőleg jövőre is el szeretne jönni, és ugye viszik a hírünket, és lehet, hogy még többen el akarnak majd jönni, úgyhogy akár 5000 fő is lehet jövőre. Lesz már szép új stadion esetleg. Igen, reméljük, hogy már akár be tudunk vinni egy komolyabb futóversenyt egy stadionfutás keretébe a stadionba is. Folytassuk egy kulturális eseménnyel. A június 7-i hétvégén rendezik meg immár második alkalommal a kórus találkozót Veszprémben. Ennek házigazdája Veszprémváros fegyeskara, és vendégek érkeznek többek között Budapestről és Erdélyből is. A vegyeskar évtizedek óta nem csak azt vállalja magára, hogy a zene vagy énekelni szerető és tudó veszprémieknek létrehoz egy közösséget, hanem évtizedek óta olyan missziót is felvállal, ami a kórus éneklésnek a népszerűsítése. Hiszen bizonyára mindenki emlékszik, hogy a Vivace kórus találkozó hosszú éveken keresztül egy meghatározó kulturális fesztiválja volt a városunknak a közéletének. Tavalyi esztendőben pedig egy rendhagyó programot talált ki a vegyeskar, és nem csak hogy kitalálta, hanem meg is szervezte az első találkozót, és tavaly a Felvidékről láthattunk vendégül kórusokat, az idei esztendő pedig Erdély
Felényit, illetve Erdélyből várunk kórusokat. És én szeretném megköszönni azt a missziót, amit a vegyeskar felvállal, hiszen hogyha lehet ilyet mondani, ez nem szerződésben vállalt kötelezettsége a városi vegyeskarnak, hiszen az önkormányzat és a vegyeskar között meglévő szerződés az a működésnek a feltételrendszeréről szól. Ezt a Veszprém Város Vegyeskara fontosnak gondolja, hogy minden évben legyen egy olyan program, ami nyit, ami a városi fesztivál szezont is erősítheti, és mivel ők nyilván a kórus zenében, a kórus éneklésben érintettek, ezért elsősorban a kórusoknak szeretnének egy találkozót szervezni. Egy amatőr kulturális közösséget az éltet, hogy valamire készül, tehát célokat tűz ki maga elé, és amikor ezek a célok sikeresen megvalósultak, akkor ezeknek az emlékét, az emlékezetében ápolja, ez tartja össze a közönséget. Hosszú távon ilyen módon lehet fönntartani ezeket a közösségeket. Ezeknek a kórusoknak, akiket ide elhívunk, erre a célra nem neki kell kitalálni, hanem végre egy olyan, ahol ők megvannak azzal tisztelve, hogy egy remek koncert helyszínen neki tudnak indulni egy közös busszal, és itt a koncertet meg tudják csinálni. Amit megelőzkömmel közel, azért is adjuk át nagyon korán a díjakat, közel egy éves felkészülés, hogy itt a lehető legjobb formájukat tudják nyújtani. És ami nagyon érdekes és szinte hihetetlen, hogy itt éppen a Hangvilának a múlt héten alakították át a nagyteremnek az elektroakusztikai rendszerét, és az egyik elektromérnök mondta, hogy ő peredi. És ugye tavaly a Felvidékről a peredi női kar volt a vendégünk, és mondta, hogy gyerekként ugyanabba az iskolai kórusba énekelt, ugyanannál a tanárnéninél, amiből kinőtt ez a női kar, és ami tulajdonképpen az egész találkozónak a lényegét kifejezi, hogy azt mondja, hogy haza-haza látogat, és ha szóba kerül Veszprém és Angvila, akkor az egész faluba könyvbe lábantak a szemek. Tehát nem is csak a kórusban. Ekkora híre tud lenni. Veszprémnek az a szerencséje, hogy ugye már 68 óta szervezünk kórusként különböző fesztiválokat, hogy az egyes időszakokban a világ, most ezt nagyon fontosnak tartjuk ebben az időszakban, a Kárpát-medence magyarsága látogat ide, hozza ide a kultúráját. Tehát alig kell néhány lépést tenni, és itt a Hangvilában lehet a szombat este ezekkel a kórusokkal behatóbban megismerkedni. Hatalmas élmény lesz, tehát aki teheti, jöjjön el. Most második alkalommal rendezzük meg ezt a magyar kórusok találkozóját. Úgy magyar, hogy nem csak magyarországi magyar, hanem határokon túli magyar együtteseket is vendégül látunk. Tavaly két felvidéki énekkarunk volt, most pedig két erdélyi énekkar jön hozzánk, plusz egy magyar kórus Budapestről. Ők mind a hárman a tavalyi évben valamilyen kórus találkozón kiemelkedtek a mezőnyből, és én ezt a kórus találkozót mindhármat meghallgattam, és ott helyben kapták tulajdonképpen külön díjként ezt a Hangvilla díjat, amivel jár a meghívás, jár hotel szintű ellátás, és a vegyeskarnak a szakmai barátsága, és ennek a fesztiválnak a szervezése. Milyen zenei koncepcióra fűzték fel a hétvége programját? Hogy sikerült egyeztetni? Az első este a veszprémiek fognak bemutatkozni, Veszprém Város Vegyeskara kórus családja, ami rögtön három együttest jelent, az ifjúsági énekarunkat, a vokált, a dudoló népzenei együttest és a nagy vegyeskart. Mi egy szép színes műsort fogunk nekik ajándékozni, el is meséljük nekik, hogy sikerül itt Veszprémben most már 63 éves a vegyeskar, azóta a generációkon át vezetni ezt a nagyon szép művészeti tevékenységet, amit kórus éneklésnek hívnak. Közös éneklés is lesz ővelük is, a közönséggel is. Ez péntek este, szombaton a saját műsorukat mutathatják be itt a Hangvillában, körülbelül 20 percnyi műsort. Ők elsősorban azt mutatják meg, hogy mit szeretnek a legjobban énekelni. Az erdélyiek nyilvánvalóan a magyar kórus műveket. A budapesti kórusnak kicsikét nemzetközibb repertoárja van, ők a reneszánsztól a modern európai kórus művekig nagyon sok mindent, nagyon sok nyelven énekelnek, kiválóan művelik ezt. És a hangverseny végén mindegyik együttes összeáll a színpadon, és a karnagyok vezetésével sorban egy-egy művet fogunk közösen énekelni.
Vasárnap pedig arra kértük őket, hogy a pünkösd vasárnap tiszteletére egy-egy templomba látogassanak el, és ott énekükkel emeljék a pünkösdi szertartásoknak a pompáját. Veszprémváros vegyeskarának nyilván nagy tapasztalata van hasonló fesztivál meghívásokkal vagy találkozókkal kapcsolatban. Milyen jellegű programmal készülnek, akár a saját tapasztalataik alapján, mivel próbálják színessé tenni az ide érkező határon túli magyaroknak, illetve a budapestieknek ezt a hétvégét? Nagyon fontos, hogy megismerjék Veszprémet, hogy lássák a legszebb helyeit, ami miatt mi is nagyon szeretjük a városunkat, elkísérjük őket ilyen sétákra. Nagyon fontos, hogy a Balatont is megláthassák, ez különösen a kolozsvári gyerekeknek lesz nagy élmény. Ha véletlenül borzasztó idő van, akkor az állatkertbe fogjuk őket vinni, és a közösségi kapcsolatokat pedig egy baráti vacsorával, amin nóta szó lesz, esetleg táncolás, egy ilyen közös vacsorával építjük. Ha Veszprém és kórus éneklés és közösségi kapcsolatok, akkor talán még sokaknak eszébe jut az egykori Vivace Fesztivál. Ennek a hangulatából megpróbálnak becsempészni erre a hétvégére? Mindenképpen abból táplálkozunk, amit akkor tanultunk. A Vivace-ra olyan szempontból ez nem fog hasonlítani, hogy ott ugye 4 kontinensről eljöttek az énekkarok, távol-keleti és afrikai és amerikai, és minden, persze ez 10 éven keresztül volt, és akkor 8 kórus jött el hozzánk egy-egy évben. Azt mondhatom, hogy ezért ennél látványosabb volt, de nagyon megváltoztak a körülmények, nem csak a városunkban, mert itt is azért most a várban már ritkábbak az ilyen nagy rendezvények, de a világban is, tehát nehezebb úgy megszervezni, hogy biztosan számítsunk arra, hogy egy énekkar mikor. Most, hogyha csak az afrikaiakra vagy a távol-keletiekre gondolok. De a közönséggel való kapcsolat és az együtténeklés, mint hagyomány, azt gondolom megjelenik most is. Az természetes, és arra tulajdonképpen nagyon nagy szükségünk van. És én azt gondolom, mert hogy pedagógus vagyok és magyar zenész, hogy elsősorban a környezetünkben kell a dalt életben tartani, és megcsodálhatjuk azt, hogy sikerül az nagyon messze, de nekünk itt van ezzel feladatunk. És ha ez jól megy, akkor megnézhetjük a többiekét is, de először együtt kell szépen énekelnünk. Magazin műsorunk végén köszönöm nézőink figyelmét, további szép estét, jó szórakozást kívánok, maradjanak velünk, viszontlátásra!